Szia! Nagy Zsolt vagyok ismét, és legutóbb egy kicsit a tudatmódosító mikrobákkal fejeztem be ugye az utolsó videómat. Most gondolkodtam rajta, hogy lehet, hogy egy kicsit megint a tudatmódosítás témával fogok foglalkozni, méghozzá pozitív irányban természetesen, hogy milyen olyan anyag van, ami nagyon-nagyon jótékonyan tud hatni az agyi tevékenységünkre. És ezért az omega-3 zsírsavakat vettem elő, amikkel már ugyan foglalkoztam, de most egy kicsit belemennék mélyebben abba, hogy mondjuk hogyan tud hatni az agyadra, és hogyan tudja annak pozitívan befolyásolni a működését. Az omega-3 zsírsavakkal iszonyatosan sokat foglalkoznak a kutatók. Láthatod ezen az ábrán, ami itt van most mellettem, hogy az elmúlt években egyébként ugye a 70-es évek elejétől napjainkig 32 000 kutatást folytattak ebbe a témába, és látod azt is ott alul a kis kockába, hogy mondjuk a 2018-ban több mint 2000 kutatás folyt. Nagyon-nagyon érdekli ez az orvosokat, illetve a kutatókat, ugyanis nagyon sok pozitív változást tapasztaltak azokkal kapcsolatosan, akik ugye magasabb mennyiségbe vittek be halat vagy halolajakat a szervezetükbe, és ezt eléggé szétcincálták darabokra, és több-több területét vizsgálják a testünknek, hogy hol milyen hatást tud kiváltani az omega-3 zsírsav. Elsőnek szeretném egy kicsit jobban bemutatni neked azt, hogy ugye mindig találkozol az étrendkiegészítőkön azzal, hogy mi az, hogy DHA, meg hogy EPA, ugye ez a két omega-3 forrást szokták leginkább kiemelni, ezekre vannak egyébként állítások is az étrendkiegészítők esetében, hogy pozitívan befolyásolják a testünket. Ugye a DHA az a dokozahexaén sav, acid, és ugye a dokoza az 22, a hexa az 6, és láthatod a szénláncot, hogy gyakorlatilag 22 darab szénatom van a láncon, és a kettős kötések száma pedig 6, tehát innen jönnek ezek a nevek. Ugye az acidot nem kell annyira magyaráznom, az omega-3 pedig ugye onnan jön, hogy láthatod, hogy mondjuk az első szénatomot, azt ugye alfának nevezik, az utolsót pedig omegának. És az utolsó szénatomtól visszafelé hanyadik a kettős kötés. Itt ugye a harmadik az omega-3-ak esetében, míg az omega-6-ok esetében a hatodik lenne. Tehát ez szépen látszik az ábrán, hogyha nézed. Az eukoza pentaén sav pedig ugye 20 szénatomból áll, és 5 darab kettős kötést fogsz benne találni, és itt is látszik szépen, hogy ugye a harmadik visszafelé, ugye a harmadik kötés lesz kettős kötés. Tehát ez a neve, ebből adódik a neve ezeknek az omega-3 zsírsavaknak. Ha nézzük meg, hogy ugye, hogyha egyszer már az agyról beszéltem, hogy mégis mennyi van az agyban, mennyi található ebből a zsírfajtából az agyban. Ugye 73% a víz, a többi ugye a szárazanyag tartalom, és annak a szárazanyag tartalomnak közel 60% a zsír, aminek ennek a zsírnak egyébként olyan 83% omega-3 zsírsav plusz telített zsírsavak, és nagyon-nagyon kevés omega-6, ilyen 2% körüli omega-6 található benne. Viszont a legnagyobb mennyiségben a DHA található meg, méghozzá olyan 40% ennek az omega-3 zsírsavaknak, illetve egyáltalán ugye ezeknek a zsíroknak a 40%-a az DHA-ból adódik. Ezért is lesz valószínű, hogy nagyon-nagyon nagy ráhatása arra, hogy hogyan tud működni az agyad, hogyha mondjuk ebből kevesebb van, és hogyan fog tudni működni, hogyha jól elláttad vele a testedet. Meséltem neked, hogy vannak ilyenek, hogy lehet bizonyos állításokat tenni azzal kapcsolatosan, hogy segíti mondjuk valami a tested működését, és az omega-3 zsírsavak ezek pont ilyenek. A várandós és szoptatós kismamák DHA fogyasztása hozzájárul a magzat és a szoptatott csecsemő normális agyi fejlődéséhez. Egy ilyen állítást lehet a DHA-ról tenni, amennyiben egyébként a kismama, aki ugye maga is föl fog használni legalább 250 mg ezekből az omega-3 zsírsavakból, e fölött még 200 mg DHA-t vesz naponta magához, akkor azt találták, hogy sokkal jobban fog fejlődni a baba agya, illetve a szeme, ami még szintén nagyon sok DHA-t, azaz omega-3 zsírsavat tartalmaz. És ez főleg egyébként a magzati létnek az utolsó harmadában lesz nagyon fontos, hogy ott jól el legyen látva az anyuka vele.
Majd egyébként a szoptatás alatt is azért nem árt, hogyha mondjuk hozzájut bőségesen ilyenekhez, hiszen akkor is tud hatással lenni az agyi fejlődésre. Na most ezt megpróbálták bebizonyítani méghozzá úgy, hogy majmokon tesztelték azt, akik ugye hasonló emlősök azért, mint mi, hogy hogy is néz ki az, hogyha mondjuk nagyon alacsonyan tartják az omega-3 zsírsavak bevitelét a táplálékba, és ellenben mondjuk az omega-6-ot megnövelik. És kontrollcsoportként pedig ott volt egy olyan csoport, ahol rendes volt az ellátás. És láthatod itt a következő ábrán, hogy születés után ugye nagyon-nagyon omega-3 hiányosak lettek a kis majmok, de a 10. hét végére nagyon szépen sikerült a hozzátáplálással visszaállítani az omega-3 arányt a majmokban. Tehát ez nagyon nagy valószínűsíti, hogy ugyanígy egyébként, hogyha mondjuk esetlegesen el lett volna rontva mondjuk ugye a magzati fejlődés során, és nem kapott volna annyi omega-3-at, egyébként bármennyi volt a kismamán, azt úgyis elrabolta a baba, de azért, hogyha ez nem lent volna végbe tökéletesen, akkor gyakorlatilag lehetőség van arra, hogy ebben az időszakban szépen ezt visszaállítsák, és gyakorlatilag a 3. év végére nagyon-nagyon szépen rendbe jött és rendeződött az agyban, illetve a szemben az omega-3-nak az aránya. Azt firtassuk, hogy nézték meg ezeket, le van írva a kutatásba, de inkább hagyjuk, jó? Hoztam egy másik kutatást, ugye ez a fejlődési szakaszunk, és ugye hol szokott még nagyon előjönni az, hogy mondjuk hiány keletkezik ezekből az omega-3 zsírsavakból. Ha megnézik azt, hogy mondjuk az idősebb embereknek a vérében hogy alakul az omega-3 zsírsavak aránya, akkor azt vették észre, hogy sokkal alacsonyabb egyébként, mint az átlag embereké. Erről már sokszor beszéltem nektek, hogy valahogy az tapasztalható itt, főleg itt Magyarországon, hogy az idősebb emberek már nem annyira figyelnek arra, hogy mondjuk mit esznek, és mert megelégszenek azzal, hogy eszek egy kis zsemlét naponta, eszek egy kis kenyérkét, zsíros kenyeret, vagy valamit, érted, csak valami legyen, valami táplálék bevive, de hogy annak a minősége hogy alakul, az még mindig nem ott tart, mint ahol esetlegesen egy-két nyugati államba körülöttünk. Ez ilyen velünk jött egyébként történelmünk során, így alakult, mindegy, nem érdekes, de a lényeg az, hogy ezen lehet javítani. És azt nézték meg, hogy ugye szellemi hanyatlás az gyakorlatilag sokkal gyorsabban végbe megy akkor, hogyha nagyon alacsony az omega-3-aknak a bevitele, és hogyha pedig ezt elkezdik rendezni, akkor ugye lehet ezen javítani. És ezt a kutatást, amit most mutatok neked, 485 férfin és nőn végezték, akik 55 év felettiek, és pluszba 900 mg DHA kiegészítést kaptak 24 héten keresztül. Vizsgálták a szellemi teljesítőképességet a 0., a 12. és a 24. hétbe, és a 24. hét végére az volt az eredmény, hogy körülbelül 7 évvel frissebben működött az agyuk egyébként, mint előtte. Tehát egy egész pozitív változás jött végbe. Ez a teszt gyakorlatilag több részből áll, de az egyik részét szeretném neked megmutatni, ahol kimondottan ilyen olyan párokat gyakoroltatnak be, vagy illetve tanítattak be az emberkéknek, amik ilyen szópárok vagy képpárok. A lényege az, hogy amikor fel kell idézni, akkor csak a szópár egyik felét adják oda az illetőnek, és őneki pedig ugye fel kellene idézni a pár másik részét. És a hibázások száma, az látható ezen a diagramon, hogy csökkent le. Tehát a kontrollcsoporthoz képest a 24. hét végére láthatod, hogy azok a sötétebb pöttyök fogják a DH-t kapott csoportot mutatni. Egészen komolyan kevesebb hibázás volt, méghozzá pontosan úgy számolták, hogy ez az agy tevékenységben olyan 7 év fiatalítást jelentett. És a végére hoztam még neked egy olyan kutatást, ami azért nagyon nagy mértékben ugye kapcsolódik az agyhoz, méghozzá a fejfájások, a migrénes fejfájások. Ugye, hogyha valakinek ilyenje van, akkor az nem fog tudni úgy teljesíteni, amikor ez a problémája fennáll. Van, aki abszolút kiesik a munkából egy ilyen probléma esetén. És azt nézték meg, hogy ha eltúlom az omega-3 mennyiségét fölfelé, milyen javulás lesz ahhoz képest, amilyen romlást tud előidézni az, hogyha az omega-3 zsírsavaknak a mennyiségét emelem meg. Bár ugyan összességében ugye a zsírok bevitele valószínű cukrokat fog kiszorítani egyébként a táplálékból, és az összfejfájásos napok számán például ez is tudott segíteni, de az, hogy milyen hosszú volt, és mennyire erős volt egy ilyen migrénes fejfájás, az viszont nagyon nagy mértékben tudott javulni az omega-3 hatására,
És gyakorlatilag a túladagolt omega 6 hatására pedig ugye nagy mértékben romlott. Tehát ugye a súlyos fejfájásos óráknak a száma a napokon belül az olyan 40-30% mínuszba tudott menni az omega 3-nál, míg pont az ellenkezőjében plusz 39-40% környékére el tudott menni a túlzott omega 6 bevitelének a hatására. Na, hát ezeket az adatokat szerettem volna ma hozni neked, és ezek egyébként az omega 3-nak nagy valószínűséggel a gyulladás csökkentő hatásával kapcsolatosak. És a gyulladás csökkentő hatás az omega 6-nak, omega 3-nak, bocsánat, az nem csak ugye az agyra hat ki, hanem a test többi részére is. Ezért majd szeretnék jelentkezni egy-két olyan videóval legközelebb, ahol megnézzük azt, hogy milyen egyéb területeken tud ez a gyulladás csökkentő hatás pozitív eredményeket hozni a tested működésével kapcsolatban. Úgyhogy ha érdekel egy ilyen videó, akkor kérlek iratkozz fel a YouTube csatornánkra, és várlak legközelebb egy videóval. Szia!